A naprendszer regionális rádió. Maralla. Csak nem a parallaxis. Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxish. Ez itt a Parallaxish. Öveket becsatolni, indulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az entv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. Szervusztok, kedves hallgatók! 1998-ba megyünk vissza, ahol Hollywood a föld felé közeledő égi testekkel szórakoztatott minket, és Miklóssal újra néztük a Deep Impact-et, illetve az Armageddon-t ennek örömére. Szervusz, Miklós! Szia Csaba, és sziasztok, kedves hallgatók! Igen, tényleg újra néztük. És mennyire vicces, hogy mind a kettő film 1998 nyarán jött ki. Ugye ez az tipikusan az a kategória, hogy ez hogy történhet, mondjuk biztos ezt is megbeszéljük, de hát tematika szempontjából kettő teljesen megegyező filmről beszélgetünk, ugye? Aki egy kő alatt lakott az elmúlt 20 évben, vagy már több is, annak elmondjuk, hogy ugye itt arról van szó, hogy a Földet eltrafálná mindenféle űrből jövő üstökös, illetve aszteroida, és akkor ezeket kell természetesen emberekkel a fedélzeten eltéríteni, vagy szétrobbantani, természetesen atombombával, hiszen ez Hollywood. Hát én gondolkodtam is, hogy milyen műfaj ez vajon, ez katasztrófa film, vagy nevezzük őket csak simán becsapódós filmeknek? Nem tudom, és science fiction belül, science katasztrófa science fiction? Az mit aha, szóval? Az is jól hangzik. Hát, ugye az Armageddon rendezője Michael Bay, az olyan szintű tényleg robbanás fetisizmusról tesz tanú bizonyságot, hogy talán a robbanós film, hogyha létezne ilyen alkategória, nem? Tehát, hogy két óra alatt ennyi robbanást szerintem azért kevés film tud, mint az Armageddon például. Hát csak a többi Michael Bay film tud ezzel vetekedni, mert ez a név szerintem fémjelzi azt, hogy milyen típusú filmet néz az ember. Ez körülbelül a nagyon hangos, iszonyúan over the top, sok robbanással tarkított, és egy pillanatig sem komolyan vehető kategória. Jó, ez így van. Egyébként ebben különbözik a kettő film, majd nyilván az adás során valamikor ugye majd állást kell foglalnunk arról, hogy melyik muszáj film, milyen. Muszáj lesz, ugye? Tehát ez hát nem mondanám, hogy nagyon megosztja a társadalmat ez a kérdés, mert igazából a legtöbb ember valószínűleg nem is emlékszik már a Deep Impact-re. Igen. Az Armageddon az jobban megmaradt ebből. Na mindegy. Szóval, hogy az rögtön látszik, hogy a Michael Bay féle feldolgozás az így rohadtul nem veszi magát komolyan. A Deep Impact, vagyis a Mimi Leader nevű rendező által készített másik film, az viszont teljesen komolyan veszi magát. Olyannyira, hogy szinte az összes főszereplőt kinyírja. Például, meg minden. Csak a fiatalság éli. Szóval, igen. Szóval itt aztán mindenféle van. Spoilerezünk. Spoiler, igen, lehet, hogy azt majd be kell mondanunk ezen a ponton, hogy aki az újdonság erejével szeretné megnézni ezeket a filmeket, akkor az most menjen el és nézze meg, és akkor utána kapcsoljon ide-vissza, mert itt bizony spoilerek fognak elhangzani, meg hát lévén Parallaxis podcast, ugye tudományos értékelésbe is nyilván bele fogunk menni. Fú, bele tudunk ilyenbe menni, létezik itt majd olyan kapaszkodó, ami elérhető számunkra, és át tudunk evezni a tudományra, mert én valahogy nekem az volt a benyomásom, hogy ez a tudomány, meg ezek a filmek úgy nagyon, nagyon távol esnek egymástól. Hát a Deep Impact az nem. A Deep Impact nem. Tudományosan teljesen oké, nagyjából. Az Armageddon az persze az más kategória, de már önmagában az, hogy miért jutott eszébe két elvileg tök független stábnak is ugyanazon a nyáron filmet bemutatni erről,
az már önmagában egy tudományos dolog lehet. Ugye 1997-ben felfedeztek egy kis bolygót, egy James Scotti csillagász fedezte föl, az 1997 XF-14 volt akkor annak az átmeneti neve. Neve azóta sincs, de azóta már van, azóta már kapott egy végleges sorszámot. Egyébként azt tudod-e, hogy az aszteroidákat nem a felfedezőjükről nevezik el, hanem esetleg a felfedezők nevezhetik el, hogy van beleszólásuk a nevébe esetleg, de az aszteroidákat nem a felfedezőről nevezik el, az például nem szabad. Aha. Viszont az üstökösöket meg igen. Tehát az üstököst ugye automatikusan a felfedezőről nevezik el, mint ahogy ez egyébként a Deep Impactből ki is derül. Na de az 1997 XF-11 az egy kis bolygó volt, és volt egy óriási nagy média hiszti azzal kapcsolatban, amihez azóta már hozzászoktunk, de ugye 1997-et írtunk, és akkor még kevés ilyen történet volt. Tehát, hogy felfedezték a kisbolygót, ami egy földsúroló kisbolygó. Ugye földsúrolónak azt tekintjük, ami jobb esetben nem így szó szerint súrolja a földet. Csak a felhőkarcolók tetejét. Igen, hanem csak azt jelenti, hogy olyan, aminek a pályája metszi a föld pályáját. Ugye érezzük, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaha belátható időn belül a kettő ugyanott lesz, mert az űr az ugye rohadt nagy ám, tehát ott a legkisebb közös többszorosoknak, szóval nagyon ki kell jönnie a dolgoknak, hogy mind a kettő naprendszerhez képest icipici dolog, tehát a Föld is, meg a kisbolygó is pont ugyanott legyen, de hogy elvileg egyszer előfordulhat, kivéve egyébként, ha pont valami olyan rezonáns pályán vannak, amin egyébként nagyon sokáig stabilan megmaradnak ezek. A Föld pont kettőször kerüli meg, míg a másik háromszor, és akkor sose találkoznak össze. Amúgy ilyenek meg, pont azok szoktak stabilak maradni évmilliárdokon keresztül, amik ilyen pályán vannak, pont ezért. Tehát nem egy biliárd asztalról beszélünk, hanem biliárd golyók inkább egy stadionban mozognak. Itt lehet, hogy még a stadion is kicsi. Hát lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy mondjuk egy Margit-szigetnyi területen két üveggolyó találkozik. Vagy aha, egy üveggolyó és egy morzsa. Valami ilyesmit tudnék elképzelni egy első közelítésben, szóval nehéz. Na és akkor az első pályaadatok alapján azt kalkulálták ki, hogy 2028. október 26-án ez a kisbolygó 40 ezer kilométerre megközelíti a Földet, és nem zárható ki az összeütközés sem. Ugye 40 ezer kilométer az nagyon pici már, az a Földnek a kerülete. Oké? Tehát az a Föld átmérőjének a nagyjából háromszorosa, tehát akkor az már nagyon közel van. Az már kb. Olyan magasan van, mint ahol azok a műholdak vannak, amikről a tévéadás jön. Tehát hogy az már tényleg, tehát ha valami 40 ezer kilométerre lenne, azt nagyon komolyan kéne venni. És elkövette a pályaszámít a Harvard Asztrofizikai Központnak a földsúroló kisbolygók foglalkozó kutatója, Brian Marsden elkövette azt a hibát, hogy amikor további pályaadatokról kért adatokat a kollégáktól, akkor beleírta az e-mailbe azt, hogy és srácok, úgy számolom, hogy ez nagyon közel lesz, küldjetek újabb adatokat. És ez az e-mail, és nem csak azt írta, hogy küldjetek újabb adatokat, hanem beleírta ezt is, hogy ez most veszélyesnek néz ki. És persze ez az e-mail meg eljutott a sajtóhoz, és akkor robbant a balhé, aztán másnap megkapta az újabb adatokat Brian Marsden, és akkor már az újabb számításokból kiderült, hogy 800 ezer kilométerre repül el, tehát 2,5-szer messzebb, mint a Hold, tehát nem lesz semmi gond. De addigra már felpörgött a médiagépezet. Kb. Volt, tehát ez ilyen egynapos hír volt, de akkoriban ez nagyon-nagyon mélyen megrázta a világot, ilyen értelemben, hogy minden újság címlapjára került ez a dolog, egy napig. és kb. Ekkor született mindkét filmnek az ötlete. Szóval szinte biztos, hogy emiatt volt. Én nagyon felületesen azt azért utána jártam, hogy a Deep Impact-et, mintha már több évtizedei dédelgetnék, és fejlesztették volna a 90-es évek előtt, Steven Spielberg ott viszonylag korán le is csapott erre, ugyanúgy, mint a Jurassic Parkra annak idején, bár ennek nem tudom, mi volt az apropója. Vagy... Hát egy Arthur C. Clarke regény volt az, amit a Spielberg fölvásárolt, ugyanígy a megfilmesítésnek a jogát. De ugye
ugye az a kérdés, hogy ez miért pont akkor jött végül elő ez a dolog, és hogy miért akkor mondták azt a producerek, hogy mehet. Hát ha most nem, akkor soha, hogyha már ilyen helyzet van, akkor persze akkor... Az Arthur C. Clarke 1993-ban írta meg a The Hammer of God, vagyis az Isten kalapácsa című novelláját, ami kb. Egy ilyesmiről szól. Tehát, hogy nem konkrétan ez a sztori, de hogy jön egy aszteroida, és az emberiségnek el kell téríteni. És ezt ő maga akarta megrendezni. Az ő maga által létre az a DreamWorks stúdióval, és egyébként a DreamWorks aztán valóban benne volt a Deep Impact-be, csak aztán, tehát ugye a DreamWorks csinálta a Deep Impact-et részben, ugye, és a DreamWorks az a Spielberg saját cége, és executive producerként jegyzi a Spielberg a Deep Impact-et, csak ő konkrétan nem ért rá rendezni. És amikor megtudta a stúdió, hogy közben már az Armageddon, a Touchstone Pictures, vagyis a konkurens csapat elkezdi forgatni, akkor úgy döntöttek, hogy most nem várják meg, hogy a Spielberg ráérjen, és akkor rekrutálták ezt a Mimi Leder nevű rendezőnőt. Mert hogy ők tudatosan nem akarták, hogy mondjuk egy évvel korábban jöjjön ki az Armageddon, mint a Deep Impact, és sőt, hát egy kicsit a Deep Impact jött ki előbb. Igen. De hogy valahogy ez egy ilyen nagy versenyfutás volt, és ennek a versenyfutásnak az lett a következménye, hogy a Spielberg az nem lett rendező, hanem csak executive producer. Hát a Deep Impactnek akkor volt egy kis előnye, viszont hát a Michael Bay olyan filmet alkotott, amit nem lehet nem észrevenni, és szerintem ez lett a Deep Impact veszte, hát ha lehet így fogalmazni, persze arra is szépen bementek a nézők, de ha ma a két film közül rákérdezünk, hogy hát melyikre emlékszel, vagy úgy melyik volt a maradandó élmény, akkor biztos, hogy mindenki rávágja, hogy az Armageddon. Hát ott Bruce Willis-estül, meg Aerosmith-estül remekül sikerült árukapcsolások jöttek. Ja, Bruce Willis akkoriban önmagában is megtöltötte a mozitermeket még. Napjainkban már nem vagyok benne biztos, hogy ez így sikerülne. De akkoriban ez nagyobbat durrant az Armageddon, mint a Deep Impact. És én valahogy ebben a prekoncepcióban éltem, hogy majd most megnézem a Deep Impact-et. Láttam egyébként mindkettőt a maga idejében, de nekem is csak az Armageddon, ami megmaradt, és valahogy abban a tudatban éltem eddig, hogy az majd ilyen visszafogottabb, meg ilyen hát valósághűbb, szofisztikáltabb valami lesz. És hát úgy érzed, hogy nem? Hát, sok volt nekem ez is. Aha. Bár az Armageddon az nagyon fel van tekerve a potméter, de ha önmagában nézzük a Deep Impact-et, akkor nekem az is nagyon Hollywood. Mondjuk olyan, mintha azt mondanánk, hogy Marilyn Mansonhoz képest lehet, hogy a Dennis Rodman egy kicsit visszafogottabb embernek tűnik, de hát a Dennis Rodman az nem egy visszafogott ember, és a Deep Impact az nem egy visszafogott film. Tehát az szerintem. Apollo 13 függetlenség napja tengely mentén. hova helyeznéd a Deep Impact-et? Hát ha a függetlenség napja a 10-es, az Apollo 13 meg a 0-ás, akkor valahol 6,5. Aha. 6,5 lenne és a Deep Impact. És az Armageddon az hol van? 8? Hát 9, az a 12-es. Igen, úgy érzed, hogy az Armageddon az jobb. Mert szerintem ugyanaz a kategória az Armageddon, meg a függetlenség napja, és pont azért szeretjük, meg nézzük ilyen parti alkalmakkor újra és újra meg, mert nem, tehát ugyanúgy benne van ez az atomokat a bestiáknak, meg ilyen izék, vannak ezek a, ugye... Bár a függetlenség napját azt nem láttam mostanában, de úgy emlékszem, hogy az Armageddon az úgy túl licitálta azt is. Igen, jó. Az azt hiszem, hogy előttünk is sokan elmondták, hogy az ott kiégeti az ember szemét, annyira másodpercenként, annyira sok minden történik. A legpörgősebb filmekhez képest is sokkal pörgősebben van vágva, és elejétől a végéig az volt a koncepció, hogy itt aztán ne legyen leállás, és ezt hozza is természetesen a film. A Deep Impact az meg valami olyasmi, mintha én egy olyan szándékot fedeztem volna fel benne, hogy így azért nézzük meg ennek a közelgő krízisnek a társadalomra, meg az egyes egyénekre gyakorolt hatását. Tehát szerintem azt mondhatjuk, hogy az Armageddonhoz képest a Deep Impactben valamiféle karakterek vannak, nem? Tehát így vannak családok, vannak ilyen kibontakozó szerelmek, van egy ilyen... Fejlődés, mondjuk azt, hogy bontakozó szerelem azért az Armageddonban is van. Hát van tényleg, igen.
dráma ott azért van, ugye? Tehát ugye az Armageddonban ugye az a helyzet, hogy ugye vannak ezek az olajfúró emberek, és ugye ott az az alaphelyzet, hogy csodálatosképpen, mivel Hollywood ugye egy aszteroidát ugye nyilván atombombával kell megsemmisíteni, vagy egy üstököst. Ugye ezt tudjuk, igen. Ez nyilvánvaló. És ugyancsak, mivel hogy Hollywood, ezért kiderül gyorsan, hogy sokkal egyszerűbb olajfúró csávókat kiképezni űrrepülésre, mint az űrhajósokat megtanítani, hogy kezeljenek egy fúrógépet, hiszen a fúrás művészet. Ugye, mondja, ugye Harry Stamper, aki ugye Bruce Willis, aki harmadik generációs fúró, ugye? Olajfúró. Na, és akkor ugye az van, hogy ott az olajfúró tornyon éldegél az ő lánya, a Liv Tyler, aki ugye összejön az egyik fúró emberével, és amikor megtudja az apu, Ben Affleckkel, amikor az apuka erre rájön, akkor gyakorlatilag majdnem lelövi a csávót, mert egy lövöldözős, kiadós lövöldözéssel indul az első. Shotgunnal. Pontosan. Üldözi. Így van, és szóval elég. És akkor ehhez képest a végére, ugye, nem csak az emberiségért áldozza fel magát Bruce Willis, amikor egyedül ott marad, hogy szétrobbantsa a Doti nevű kisbolygót, ami akkora, mint Texas, ugye, és a felfedező csillagász az elviselhetetlen feleségéről nevezte el, hanem nem csak az emberiséget menti ezzel meg, hanem a lányának a bimbózó szerelmét is, hiszen azt ugye a vőlegény maradt volna ott eredetileg felrobbantani a csak kézzel megnyomható gombot, ugye, mert hogy a rádió befutcsolt, és akkor ugye ehhez képest ő maradott, hát azért ez egy dráma, ugye? Lássuk be, és akkor elhangzik a nagy mondat, hogy győztünk Grace, és ezzel megnyomja a gombot, és akkor pont széttörik, és akkor már csak a kettő fél Texas méretű aszteroida darab két oldalról pont elkerüli a Földet, és ugye megmenekül az emberiség maradék része. Én egy olyat is olvastam, hogy ez a Liv Tyler, meg ez a Ben Affleck, ez tökre hidegen hagyták egymást így az eredeti elképzelések szerint, de a Titanic című film az annyira bejött az akkori tiniknek, hogy mindenbe bele kellett tenni ezt a szerelmi, ezt a nagyon nyálas, ilyen nagyon összejövős szerelmi szálat a filmekbe. Hát szerintem illik az Armageddonba ez. Ez jó volt így, nem? Hát feláldozta magát a Bruce Willis, összejöttek a fiatalok. És akkor ehhez képest a Deep Impactben meg hogy van a jellemfejlődés? Most akkor ezt légy szíves, te foglald össze. Hát nagyon furcsa, mert látunk, először nem tudtam, hogy mi történik, mert valami újságíró nyomoz, úgy indul, hogy egy miniszter, azt hiszem, akit a James Cromwell alakít, vele kapcsolatban felmerül az, hogy valami félrelépési ügy miatt rászáll egy újságíró, és akkor én sűrűn vakartam a fejem, hogy jó filmet nézek? Hát itt mert az elején azért láttam, hogy felfedezi az Elijah Wood az üstökös, de aztán szépen elment a film ebbe a másik irányba, ebbe az ilyen összeesküvés és felgöngyölítős irányba. Már nem is értem, hogy mi volt, hogy össze volt keverve annak a nőnek a neve, akivel állítólagosan félrelépett a miniszter. Annak Elinek hívta, ugye igen. Valami, ez volt a füles, hogy egy Eli nevű nővel kavar a csávó, mert hogy van egy titkos telefonvonal, amin csak ő beszélhet, és az Eli emlegetés, hogy az Eli az biztos egy nő. És kiderül, hogy az ILI, azaz Eli, az egy rövidítése az Extinction Level Eventnek, vagyis a kihalás eseménynek, ami létező szakkifejezés amúgy az ilyen mit tudom én, paleontológiában, meg ilyen témakörökben, amikor tényleg jön egy ilyen kis bolygó, és mondjuk kinyírja a dinókat. Vagy és erre rájön az újságíró, de úgy, hogy egy ilyen korai Windows-ban kattingat, ott a fejére csap, hogy basszus kulcs, hát itt összeköti a szálakat, és rögtön leesik neki, hogy a mindenit, hát itt veszélybe van a Föld, nem csak egy, vagy hát nem egy félrelépésről van szó, hanem arról egy sokkal nagyobb valamiről, és ez még szerintem érdekes is lehetne, hogyha egy olyan irányba menne a film, hogy most akkor eltitkolja a kormány, hogy jön egy ilyen veszély, vagy lenne egy ilyen kontaktszerű valamilyen történet, de nem ez történik, hanem igazából ott ez rögtön el is hal, ez a miniszteres dolog, és akkor jön a krízis. Na most maga ez az önfeláldozás, meg ezek az önzetlen emberek, meg az utolsó pillanatban ugye azok a családtagok, akik össze vannak veszve, azok is azt mondják, hogy na üssek ő, oda megy az újságírónő is
a faterjához, és akkor hát, ha már meg kell halni, akkor ott várjuk együtt a szökőárat, meg az utolsó pillanatban visszamegy az Elijah Wood a csajért. Tehát ezeket én ugyanolyan megoldásoknak tartom, mint az Armageddonnak a végét. Ebben szerintem nem különbözik. Ez az ilyen nagyon hősies, és szerintem ez már egy ilyen kicsit avit hollywoodi tendencia, tehát ha ma készítenének egy ilyen filmet, sokkal jobban rámennének arra a nyomorra, amit egyébként a Deep Impact bemutat ilyen különböző kisebb bevágásokban és képekben, de nem szeretné a film ezt ránk terhelni, hogy itt aztán emberéletek mennek tönkre, meg mekkora... Igen, de most, hogyha meg most kinyitottam itt a castot a Deep Impact-be, és akkor nézem, hogy... Robert Duvall, aki játsza azt a... A másik nagyon feláldozó. Az ugye a főűrhajós, ugye az a utolsó ember a Holdon, ugye? Ő meg az egész legénység ugye meghal. Ugye az egyik szál, hogy adnak ezek az emberek, akik felmennek az üstökösre, mind meghalnak. Uh-huh. Ugye... Aztán utána Téa Leoni, aki a másik főszereplő, ez akit mondasz, ez az MSNBC-s újságíró, bemondónő, vagyis hogy az ő általa játszott karakter a Jenny Lerner, ő is meghal. Elijah Wood nem hal meg, de az Elijah Wood teljes családja amúgy meghal. Neki bejutnak, igen. A csajnak halnak meg. A csajnak a teljes, így van, a csajnak a teljes. Már rögtön úgy indul eleve az izé, hogy a társ felfedezője az üstökösnek, aki nem az Elijah Wood, hanem ez a Wolf nevű csillagász. Ez rögtön az elején egy autóbalesetben meghalt. Tehát itt azért itt dúsan arat a halál. Tehát lényegében az Elijah Wood marad itt életben a főszereplők közül, meg a csaj. Igen. Meg a kisbaba, akit rájuk bíznak. És meg a Morgan Freeman. Ja, és igen, és ez az, hogy az viszont azért nagyon jól nézni, amikor a Morgan Freeman az Egyesült Államok elnöke, nem? Tehát ő neki valahogy annyira tökéletesen testhez álló ez a szerep, hogy erre szerintem ez tök jó választás. Azt jó nézni, ahogy játsza egyébként, meg ahogy megjelenik, persze, mint színész, meg mint ember, tökre szeretem a Morgan Freeman-t, de ez lett volna a másik nagy gondom nekem mindkét filmmel, ez az előtérbe tolt USA. Ez is ilyen akkori filmekre jellemző, nagyon avid, szerintem ezt se nagyon lehetne ma már megcsinálni. 2 másodpercenként amerikai zászló. És a Morgan Freeman is így valami olyasmit mond, hogy hát igen, léteznek más országok is, meg biztos ők is felkészülnek, de most ez le van szarva, mert az a lényeg, hogy mi fennmaradunk. És azok a fránya aszteroidák pont ott a közelbe csapódnak be, tehát benne van ez az elképzelés, hogy minden UFO ott száll le, minden oda csapódik be, minden ott történik, a világ többi részén semmi nincs, bár az Armageddonban, mintha lennének ilyen vágóképek, hogy ott Párizsra is ráesik valami, meg mindkét filmben van mutatóba egy-egy orosz szereplő, de így nagyon amerikai az egész. Tényleg és... igazad van, tehát tök jó, hogy mind a két filmben van egy darab orosz utazó. Egy-egy, hogy azért érezzük, de egyébként a 90-es évek egypólusú világát is egyébként tök jól visszaadja. Persze Hollywoodot abszolút, de még azt is, hogy valójában azért a 90, az az évtized, az tényleg amerikai évtizede volt a világtörténelemben. Tehát ugye a Szovjetunió az már nem volt, a kínai-európai vonal az még nem volt olyan, hogy egy nagy politikában rendesen labdába rúgjon. Tehát az Amerika, mint világcsendőr és világ megmentője attitűd, ez a Pax Americana, ez abszolút szerintem az egyik csúcspontja az a Clinton korszak, és hát ugye akkor készült, és akkor játszódik mindkettő. És tényleg igazad van, szerintem ezt most már ők se így csinálnák meg. Igazából ezek úgy nagyon szemet szúrtak. Most a Deep Impact-et elejétől a végéig én végignéztem. Az Armageddon épp ment a tévében. Hát képzeld, azt végig se tudtam nézni, tehát abban csak úgy belepillantottam, és így emlékeztem rá, hogy basszus, tényleg itt mik vannak, de annyira túl volt tolva, hogy már nem tudta befogadni a szervezetem azt a hatalmas hősiességet, meg azt a sok robbanást, meg mindent.
nem, ledobta már az agyom az égszíjat az Armageddontól. Ez egy másik lelkiállapotot igényel. Igen. És lehet, hogy... Tökre ki kell kapcsolni. Vagy valami sört, vagy valamit. Tehát az nem az, amikor leülünk gondolkodós filmet nézni. És mondom, szerintem a Deep Impact is egy kicsit azt szúrja el, hogyha elszúr valamit, már pedig az IMDb ratingek szerint elszúr valamit a Deep Impact, mert elég alacsonyra van, 38%-os tetszés indexet tengődik, ami szerintem méltatlanul alacsony. De valószínűleg ezt szúrja el, igen, hogy ahhoz képest, hogy ez is egy pont ugyanolyan Amerika mindenek fölött, és Amerika mint világcsendőr, és katasztrófa film, és katasztrófa science fiction, ugye ahhoz képest túl komolyan veszi magát. Igen, szerintem pont ez a Deep Impact-tel pont ez van, hogy nem nagyon tudja saját magát hova helyezni. Tehát az elején, minthogyha valamilyen összeesküvéses film lenne, aztán utána családi dráma lesz belőle, és maga ez a katasztrófa jelenet, ez olyan 5 perc alatt lezajlik a végén, és nem nagyon áll össze, számomra igen, legalábbis nem nagyon állt össze egy egységes élményé, igen, hogy most igen, mit látok. Meg hogy vannak ezek a párhuzamos szálak, amik soha nem metszik egymást. Tehát ez nyilván egy forgatókönyvírói koncepció. Nem találkozik az újságíróval. Igen, például vannak az űrhajósok, ott dolgoznak fönn, és akkor van az újságíró csaj, ő is megküzd a saját életének a problémáival, és van ez a harmadik szál, ez a két fiatal, ugye, akik aztán ugye végül túlélik a dolgot, akik meg szerelmesek, meg gimisek. Ez egyébként nem lenne gond, szerintem nem, feltétlenül. Nem, csak nem ebben a filmben várod. Tehát én amikor egy ilyen... Tehát én nagyon szeretem azokat a filmeket, rengeteg ilyen filmet szeretek, csak nem ebben a kategóriában. Tehát én nagyon szeretem azt a filmet, amikor vannak ilyen párhuzamos szálak, amik soha nem futnak össze, vagy csak épp hogy összefutnak, vagy mit tudom én, tehát ezek tök jók. Nagyon sok művészfilm csinál ilyet, de most itt azért egy kicsit ez fura. Tehát, hogy nekem túl sokat akart markolni a társaság. És ebből a szempontból az Armageddon az jobban egyben van. Igen, az minden másodpercben ugyanazt mondja neked. Igen, nincsenek bonyodalmak, hogy most akkor ez melyik száll, hogy ki ölte meg José Armandot, vagy nincs benne ez a dolog. Na jól van, oké, de egyébként összességében én azt kell, hogy mondjam, hogy ez nyilván népszerűtlen leszek, hiszen ugye ezt látjuk a Rotten Tomatoes, meg az IMDb, meg a többi alapján is, de én nekem speciál a Deep Impact az közelebb van a kicsi szívemhez. Holott egyébként látszik, hogy félgőzösen csinálta a társaság. Ugye rögtön ugye James Horner, aki az ugye az azóta elhunyt filmrendező, bocsánat, zeneszerző, filmzeneszerző James Horner, aki a Titanicnak is, meg az Apollo 13-nak, meg rengeteg mindenek csinálta a filmjét. Hát itt most látszik, hogy jó zenét csinált például a Deep Impacthez, de látszik, hogy hallatszik, hogy az történt, hogy előszedte az Apollo 13 partitúrákat, és egy picit átírta a dallamokat. Tehát, hogy látszik, hogy, és egy kicsit azt lehet érezni, hogy mindenki nagyon profi, és mindenki egy rutinból megcsinálta ezt a filmet. De aha, annyira nem tették oda magukat. Hát most zavarba hoznál, ha megkérdeznéd, hogy nekem melyik áll közelebb a szívemhez, mert eredendően ez a becsapódós film, ez nem egy olyan dolog, hogy egy hú, de jó lenne egy ilyen most. Vagy így nem mondom, hogy borzasztó volt, meg hogy szenvedtem, de úgy nem áll közel hozzám egyik film se. Tehát úgy, de, és ez szerintem ebből a műfajból gyökeredzik, hogy így nem tudom ezt hova tenni, vagy így nincs meg ennek sehol a gyökere igazából. Valószínűleg ez a műfaj, ez ennyi, illetve ez nem is egy műfaj lenne, csak egy film, csak véletlenül két film lett, és ha már két film van, akkor az már egy műfaj. Meg emlegetted, hogy létezik ilyen, hogy Deep Impact 2, meg itt tudom, hogy micsoda. Igen, én is vakartam a fejem, hogy most akkor azt is megnézzem. De összességében az mondható el, hogy ebből a témából amúgy nem hiszem, hogy többet ki lehetne hozni, annak ellenére pedig azért az egy fontos dolog, hogy ez egy létező probléma. Uh-huh. És akkor egy kicsit most már így fél időtájúkán egy kicsit el is indulatunk erre, hogy azért valóban az a helyzet,
amit mindig el szoktunk mondani ilyen népszerűsítő izékbe, biztos a Parallaxisban is volt már erről szó, hogy hát a dinoszauruszoknak, ha lett volna űrkutatásuk, akkor valószínűleg nem haltak volna ki. Ugye ez az egyik legfőbb érv amellett, hogy miért csináljuk az űrkutatást, mert tényleg, hát ha valami, akkor az űrtevékenység az egyetlen olyan dolog, ami képessé tudja tenni az emberiséget arra, hogy ilyen katasztrófáktól megvédje az emberiséget, és ilyen katasztrófák egy valószínűséggel előfordulnak egy évezreden belül. Nem feltétlenül ilyen extinction level eventek, amikből ugye belehal az egész Föld, ugye? Bár ugye az 2020-as év első Parallaxis podcastjában ugye erről is beszéltünk, amikor ugye kedvenc világvége forgatókönyveinket vettük végig, amikor még mit sem tudtunk a koronavírusról, de azért a vírusról is beszélgettünk egy csomót, ugye? Aztán legközelebb ne csináljunk ilyen izét, ilyen, hogy hívják, ilyen jósló adást, mert aztán már megint így járunk, hogy megjósoljuk előre a szörnyűségeket. Na, szóval abban volt. De nem feltétlenül extinction level eventek, de olyan, mert az lehet, hogy tényleg csak néhány tízmillió évente fordul elő, bár még egyszer ezt nem lehet pontosan előrejelezni. Tehát. Viszont olyan, hogy mondjuk, hogy jön valami akkor, ami mondjuk egy Budapest méretű várost el tud törölni a földszínéről, vagy emberek millióit kipusztítja, hogyha éppen rossz helyre esik le, az simán lehet. Hát az 1908-as Tunguszka esemény, ugye, ami egy ilyen volt, valószínűleg gyüstökös volt, ami jött, és nem is csapódott be valószínűleg, hanem még a légkörben szétrobbant. Még csak be se csapódott. Még csak be se csapódott. És milyen bajt okozott. Igen, ugye az üstökösök ugye ilyen piszkos hólabdák, ami azt jelenti, hogy lényegében jégből vannak, vagy tekintélyes részt jégből vannak. Ez egy ilyen bejön a légkörbe, akkor nagyon gyorsan fölhevül, és nem marad utána egy meteorit, amit be lehet gyűjteni. Például Tunguszkánál azért gondolják, hogy üstökös volt, mert azt látták, hogy ilyen 1000 kilométeres sugarú környezetben letarolta ott a szibériai, vagy nem, több 100 kilométeres sugarú környezetben letarolta ott az erdőt Szibériában, de nem találtak semmiféle nyomot. Viszont persze is mérték akkor is a szeizmológiai állomások, földrengésérző állomások a világ minden táján, sőt, még azt is ki lehetett mérni akkor tájt, és 1908-ról beszélünk, azt is ki lehetett mérni, hogy egy kicsit elsötétült az ég. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a napnak a fényességében a Föld tök más helyén is láttak fényességcsökkenést, ami nyilván nem amiatt van, hogy a nappal történt valami, hanem egyszerűen azért, mert a becsapódás, vagyis pontosabban felrobbanás következtében nagy por jutott a levegőbe. Mondom, ez semmi ahhoz képest, ami a dinoszauruszok nál történt 65 millió évvel ezelőtt. De lehet, hogy a dinoszauruszok Robert Duvalja bukott el, és mégiscsak volt űrkutatás náluk. Hát igen, egyébként nekem a kedvenc témám, hogy amúgy, ha lett volna a dinoknak űrkutatása, nem sokat tudnánk róla. Tehát lehet, hogy ők csak elbukták, lehet, hogy nekik az ott a Bruce Willis az nem járt. Star Trek Voyager epizódot ajánlok. Aha, ott mi van? És, hát ott az van, hogy a dinók elhagyták a Földet, és a Delta kvadránsba találkozik a leszármazottaikkal a legénység. Úgyhogy van már erre filmművészeti precedens, hogy ez feldolgozásra került ez a téma. Igen, és hát te meg pontosan tudod, hogy nekem van ez a dilim, hogy dinó, hogyha a dinók csináltak volna egy civilizációt, mondjuk egy városállamot valami olyan helyen, majd nem egy globálisat, hanem csak mondjuk egy lokális civilizációt. Mert hát volt rá 150 millió évük, tehát sokkal több idejük volt, mint nekünk a dinóknak, mielőtt kihaltak. Nagyon nagy valószínűséggel mondjuk arról nem tudnánk semmit, tehát például már lehet, hogy rég a Föld alá eltűnt a kéregnek az a része, ahol az a város lett volna, ugye? Tehát vagy lemeztektonika, meg mindenféle ilyen folyamat, hát azóta óceánok jöttek létre, meg minden, tehát ez egy durva dolgok történnek. Tehát nagyon valószínű, hogyha valami ilyesmi lett volna, akkor nem tudnánk semmit. Viszont, hogyha eljutottak a dinók a Holdra, ahol ugye nincs lemeztektonika, ahol minden érintetlen már több milliárd éve, ilyen értelemben, akkor ott nagyon érdekes lenne. Nincs szél, ugye, ami porlasztja a köveket, tehát az köveket a nap miatti hőingadozás, nagy hőingadozás porlasztja, ugye azért van annyi holdpor, de azért simán 65 millió évig, hogyha ott állna egy űrhajó, mondjuk egy dinó űrhajó, akkor azt simán most is meg lehetne találni, ugye a Földön meg mindez esélytelen.
És most ez persze jó nagy baromságnak tűnik, de hát honnan tudjuk, hogy földön kívüli, lehet földön belül földi civilizációkat is lehet kutatni, mert időben olyan szinten van tőlünk elszeperálva, mint egy másik csillagrendszer. Értem? Na hát akkor te ilyen Mulder ügynök vagy, te ezekbe hinni akarsz. Akarok, igen, igen. Akarok, illetve azt is mindig mondom, hogy erre kéne egy projekt, amit direkt mesterséges objektumokat keres mesterséges intelligenciával a Holdon, hiszen a Holdról már nagyon jó, egy méternél jobb felbontású képek vannak, sőt, teljesen egy kis térkép van. Kéne egy kis pénz, egy kis forrás erre, akik hallgatnak minket, és döntéshozók azok, igen, tudják, hol találnak. Keressenek. De akár figyelj, lehet, hogy E.T. volt ott, aki ott járt, de mindegy, a Holdon sokkal több esélyünk van bármilyen ilyen szemetet megtalálni, ami az elmúlt néhány évmilliárdba felhalmozódott, akár földön kívüliek, akár dínók, akár kijutott el, nagyobb esélyt találjuk meg. Na mindegy, szóval, hogy a dínók, hát lehet, hogy a dínóknak volt űrprogramjuk, de akkor nem volt egy Bruce Willisük, és akkor emiatt haltak ki, de valószínűbb azért, hogy nem volt űrprogramjuk, és ezért haltak ki, viszont tény, hogy ezek nem mennek ritkaság számba, azok az események, hogy egy komoly becsapódás érkezik. Például az 1908-as, ha mondjuk néhány 10-15 perccel később jön, akkor mondjuk lehet, hogy pont Budapestre esett volna rá. És akkor azért az már egy 1 milliós város volt akkor is. Tehát van ez így, és hát ezért aztán nagyon fontosak ezek a dolgok. Na, az ott rendbe tette volna a buli negyedet. Oda csapódik be. De mit tudunk csinálni? Tehát most, hogyha észlelünk egy ilyet, és visszakanyarodunk a filmekhez, ez az atombombázós, fúrogatós módszer, mert hogy mindkettőben ez van azért valamilyen szinten, bár a Deep Impact-ben nem kellett feltétlenül a fúrást, mint művészetet űző legénységi tagukat keresni, hanem ezt megoldották az asztronauták is. Mennyire járható út ez? Oda megyünk, fúrunk, robbantunk, és kész? Hát meglepő, de egyébként lehet, csak az a kérdés, hogy mikor fedezzük föl. És ugye ezért van az ilyen, ugye látszik, hogy a Deep Impact-nél, az is egyébként egy realisztikusabb ilyen szempontból a két film közül, a Deep Impact-nél már évekkel, vagy legalábbis 1-2 évvel előbb fölfedezik, hogy jön az üstökös, amit csinálja a nagy Czóreszt. Az Armageddonnal ezzel szemben valami 2-3 héttel a becsapódás. Ott kopogtat. Ezik föl a Texas méretű. Egyébként a Deep Impact-ben egyébként jelzem, hogy ugye Texas az rohadt nagy ám, tehát most mondjuk, hogy 1000 kilométer, ugye? Ehhez képest a Deep Impact-ben egy 11 kilométeres üstökösről van szó. És egyébként a 11 kilométeres üstökös az messze elég ahhoz, hogy egy dinoszaurusz szintű kihalási eseményt csinál. Ott elhangzik talán, hogy az New Yorknak a mérete, vagy New Yorknak hát egy mondjuk, része? Hát Manhattan talán. Hát 11 kilométer, hát egy szigetkör az 5 kilométer. Körbefutod a Margit szigetet, az 5 kilométer. Tehát akkor... Valamit ott mondanak New Yorkról, de már nem emlékszem pontosan, hát hogy... Tudod, hogy New York fetisiszták ezek, minden valami... New Yorkba mérnek mindent. Igen. Meg perverz örömöt okoz az ilyen filmekben, hogy a katasztrófa filmes adásban is megbeszéltük, hogy ők mindig mindenáron el akarják pusztítani New Yorkot. A Deep Impact lerepült sem. A szabadságszobor feje is lerepült. Igen, hát ha a szabadságszobor nem omlik össze, akkor az nem is igazi amerikai katasztrófa film. Tehát, igen. Na, de akkor ez egy járható út, vagy ez a járható út? Na igen, ez az, hogy mikor fedezett föl. Például, hogyha elég korán, mondjuk évekkel korábban felfedezed, és mondjuk ez lenne a cél, tehát például, ami mondom, ezeket a filmeket kiváltotta, az egy olyan felfedezés volt, hogy 1997-ben felfedeztek egy üstököt, vagyis egy kisbolygót, ami 2028-ban becsapódott volna. Na most, ha ez a helyzet, akkor kb. Nyert ügyünk van, mert egyrészt ugye van időnk, másrészt pedig egy kis változtatás az hosszú távon nagy eredménnyel járhat, tehát akkor akár még csak atomra sincs szükség, hanem egyszerűen neki kell repíteni valamit ennek a kis bolygónak. Egyszerűen például egyébként egy Deep Impact nevű NASA űrszonda volt, azt tudod? Hogy lehet, hogy a film által volt inspirálva, talán, ez az elnevezés, de minden esetre nem lehetett független, mert mindenki tudta, hogy van ez a film. Szóval ez egy 2005-ben indult űrszonda volt, ami éppen 2005. július 4-én, tehát az amerikai függetlenség napján csinált egy olyan lokális tűzijátékot, hogy egy impaktor nevű egységet bele
hajított egy üstökösbe, a tempel egy üstökösbe, és akkor az gyakorlatilag csinált az üstökösen egy mesterséges krátert, meg egy robbanást, és ez csak egy icipici űrszonda volt, de kb. Ezzel az impaktorral lényegében azt tesztelték, hogy tényleg egy ilyen, mint egy dárdával el lehet találni egy üstököst, vagy akár egy kisbolygót is el lehetne, és ezzel kismértékben módosítani a pályát. Na most módszer kipróbálva, tesztelve. Igen, hát azért még azért ez túlzás, mert ugye ez egy nem volt egy ilyen földközeli valami, ez a dolog. De mindegy, a lényeg az, hogy ez nem lehetetlen, és még nem is feltétlenül kell hozzá atom. Tehát, hogyha az ember idejében észreveszi, akkor egyszerűen nekirepít valamit. És akkor az akár szerencsés esetben elég lehet vagy ahhoz, hogy szétrepítse, legalább egy részét letörje ennek a izének, mondjuk egy üstökösnek, és az üstökösök egyébként szét tudnak szakadni, tehát az üstökösök tudnak ilyet, és akkor úgy, mint ahogy egyébként a Deep Impactben is ez történik, hogy szétszakad az üstökös két kisebb darabra, és akkor úgy az egyik becsapódik, de az még önmagában egy kisebb problémát okoz, mint az egész becsapódnak. Ridegtöréssel osztódik. Igen, például egyébként az emberiség akkor ilyet meg igazán, mert hogy azt már lehetett tudni, hogy dínók, oké, de valahogy meg az emberek látták a holdat, érted, hogy a hold az tele van kráterrel, tehát hogy itt azért néha azért történik valami. Ugye a Földön azért nem látunk krátereket, mert ugye ott van légkör, ami ugye egyrészt szétégeti a dolgok egy részét, de főleg inkább azért, mert a lemeztektonika eltünteti a dolgokat, meg nem utolsó sorban azért, mert a Földnek ugye a kétharmada óceán. Tehát, hogyha becsapódna valami, akkor nyilván lenne egy rohadt nagy szökőár, ami rettentesen kellemetlen, főleg, hogy az emberiség 80%-a az kb. A partnak a 200 kilométeres közelében lakik a világon. Tehát azért az elég durva lenne, de nem lenne maradandó nyoma, tehát 1 millió év múlva nem nagyon lehetne látni, tehát ezért aztán a Földön alig látunk becsapódásos krátert, van azért néhány mutatóba, de kevés. Tehát a föld lakók szerintem ennek a veszélyét egészen addig nem fogták föl, amíg 1994-ben nem nézhette végig kb. Élőben az emberiség, hogy a Jupiterbe belecsapódik a Shoemaker-Levy 9 üstökös. És a Shoemaker-Levy 9 üstökös az egy üstökös volt egyébként, csak aztán pont a gravitációs hatások miatt, az árapály erő miatt aztán több kisebb darabra csapódott, és akkor olyan, és gyakorlatilag teleszórta a Jupitert, és óriási robbanások voltak, meg ilyen föld, majdnem földméretű, feketesebb helyeket okozott. Ugye a Jupiter is egy gázbolygó, tehát nem lesznek rajta kráterek, de azért akkor úgy azért az emberiség elgondolkozott szerintem így kollektíve, hogy hát a Jupitert ennyire megtorpedozta egy gyakorlatilag ártalmatlannak tűnő néhány 10 kilométeres üstökös mag, tehát, hogy akkor hoppá, tehát mi lenne, hogyha egyszer erre jön egy? Tehát ezek szerint ez nem olyan, hogy 65 millió évente történik egy, hanem 1994-ben történt egy ilyen, csak pont nem a Földet találta el, hanem a Jupiter. Szóval, hogy ezek a dolgok vannak, és egyébként vannak tervek. Ha idejében fölfedezed, akkor azt is lehet, hogy kifeszítenek az üstökös közelébe egy marha nagy ilyen napszélfóliát, és akkor a napnak a sugárnyomása, hogyha évek állnak rendelkezésre, akkor a napnak a sugárnyomása az talán elég lehet ahhoz, hogy módosítsa a pályát. De persze az atomtöltetek is ott vannak, tehát sok ötlet van ezzel kapcsolatban, de ezeket valóban ki kell próbálni. Még az Obama kormány idején volt olyan terv, hogy a most is egyébként épülő, csak a Trump már másra akarja használni, de az Orion nevű új amerikai űrhajónak az lett volna az egyik feladata, hogy egy földközeli kisbolygóról lényegében leroppantani egy darabot, vagy egy kicsi földközeli kisbolygót találni, és azt elvontatni a hold körüli pályára. Most ne kérdezzük, ennek mi lett volna a haszna. Valószínűleg az Obama inkább a kisbolygók, mint nyersanyagforrás témát akarta volna itt ezzel nyomatni, hogy majd az űrbányászat, vagy micsoda témakörbe kellene tapasztalatot szerezni, de persze ugyanez a tapasztalat abszolút adekvát lett volna ilyen kisbolygó eltérítő hadműveletekhez is. De általában, na ez például pont egy emberes feladat lett volna, de általában a legtöbb tervben amúgy nem szerepelnek emberek, tehát a Bruce Willis-t azt nem szokták beleírni, hanem mindezt automatikus űrszondákkal képzelik el többnyire. Aha. Kicsit vissza
mentem gondolatban a Deep Impact-nek az összeesküvéses hangulatához, hogyha mondjuk felfedeznek valahol egy ilyen közelgő veszélyt, akkor szerinted azt el lehet sinkofálni, vagy most már annyi amatőr csillogász van, hogy nehéz lenne, és lépten nyomon ott megjelenne az interneten, hogy de hát ott jön. Igen, nem lehetne, és ez biztos, hogy nem. Mert egyébként, hogy ugye, hát a Föld az forog. Tehát eleve az nem lehet, hogy egy ország, vagy még az sem, hogy egy nemzetközi szervezet az kézbe tartja az egészet. Egyébként tehát rengeteg ilyen projekt volt, ami kisbolygó kereső, nem projekt, aminek konkrétan ez a célja, és egyébként pont ezeknek a filmeknek köszönhetően egyébként nőtt a politika nyitottsága ezek felé, és adtak pénzt ilyenekre. Na, még nem meglepő, hogy... Nem is szórakoztató mindenki számára, de legalább ilyen haszna van ezeknek a filmeknek. Igen, tehát vannak ezek a nemzetközi automata távcsövekkel dolgozó, földközeli kisbolygó kereső és követő valamik, Linear volt, a NEAT volt olyan, hogy NEAT, aztán Pan-STARRS, volt egy Atlas nevű, volt egy Space Watch nevű, tehát hogy nagyon sok ilyen volt, ezek nem is mind amerikai kezdeményezésűek, de mindegyik nemzetközi, és egyébként látod, hogy ez az emlegetett valami is, ami biztos hozzájárult ahhoz, hogy ezek a filmek elkészüljenek, ez az 1997-es kis esemény, hogy ez is úgy történt, hogy egy csillagász észlelt valamit, és írt egy kör e-mailt rengeteg másik csillagásznak, ami azonnal fél napon belül eljutott a sajtóhoz, pedig kiderült, hogy ugye fölösleges volt a pánikkeltés. Tehát, hogyha még várt volna egy napot magára a sztori, akkor nem is lett volna hír. Tehát, ugye, de szóval azt hiszem, ezt lehetetlen lenne eltitkolni. Egyszerűen csak azért, mert ha valahol észlelsz valamit, és aztán elfordul a Föld, akkor ugye föl kell hívnod az ausztrál kollégát, hogy ő is fordítsa oda a távcsövet, mert ugye fontos ezeket követni. És egyébként az a nehézség, hogy ezek nem mindig abból az irányból jönnek, ahol lehet őket észtelni, mivel ezek Föld közeli kisbolygók, ezért bizony egy csomószor előfordul, hogy abból az irányból jön, amerre a nap van. És emiatt aztán a Földről nem nagyon lehet látni, hiszen nappal nem lehet csillagászkodni a nap közelében a Föld felszínéről. És emiatt nagyon sokszor bizony az is előfordult, hogy csak napokkal vagy akár hetekkel a Föld közelség után vették észre, hogy azt a rohadt életbe egy néhány száz, és ez sokszor van, de néhány száz méteres aszteroida mondjuk akár a emlegetett 40 ezer kilométernél közelebb jött a Földhöz. Tehát ilyen is volt az elmúlt néhány évben, és akkor ezt akkor nem is vették észre, hanem csak utána. Mert néha olyan ilyen irányból jönnek, hogy nehéz megfigyelni, és ezért különösen fontos, hogy az űrből is történjenek ilyen megfigyelések, ahol ugye nincs ez a probléma, hiszen az űrből mindig sötét van, és ott mindig a nap közelébe is lehet csillagászkodni könnyen. De hogy a Földről nem. Szóval ez tényleg fontos, és most már ezt ismerik, értik a politikusok, hogy fontos, és persze most már egyre többet is ismernek ezekből a veszélyes objektumokból, de ez ilyen több ezres, tízezres nagyságrendű objektumról beszélünk, és persze nem, van amelyik csak akkora, hogy néhány méteres, de hát mások meg kilométeresek, szóval van itt minden. Ismersz még olyan művet, amit szívesen olvastál, vagy láttál esetleg tévében, moziban, és ilyen becsapódós, vagy hát ez a Deep Impact? Mondok neked valamit, ami szerintem meglepő, és én is nagyon meglepődtem, amikor felfedeztem, hogy az a leges-leges-legelső olyan regény, amiben lényegében üstökös eltérítés szerepel, az Jókainak a Jövő század regénye című filmje. Ugye ez a 19. század, vagyis könyve regénye. Ez egy jó hosszú regény, ugye annak idején, mint Jókainál ez gyakran megtörtént, ugye folytatásokban jelent meg, ilyen heti lapban, és hát két kötetben szokás kiadni, mert jó vastag. És egyébként nekem nem más ajánlotta ezt a könyvet, mint Charles Simonyi, a magyar származású űrturista, és a Jókai a 19. század végén leírja,
hogy valami, amikor még repülőgépek sem léteztek, hogy fölrepülnek egy ilyen furcsa repülőgéppel, ami valami elektrostatikus elven működő, taszítással működő repülőgéppel, és gyakorlatilag megsemmisítenek egy üstököst. Most persze arról is furcsa elképzelései voltak a jókainak, hogy mi az az üstökös, meg arról is, hogy lehet oda repülni, meg minden, de szerintem valószínűleg az egész világon ez a legkorábbi ilyen sztori, ahol ilyesmi szerepel. Persze nem erről szól az egész könyv, ez csak egy pici epizód az egész brutál monstre sztoriban, de mindenképpen nagyon érdekes, szóval szerintem ezt érdemes megemlíteni, hogy legalább mi tudjunk róla, hogy ilyen született. De figyelj, neked van még ilyened? Hát van egy csomó olyan Star Trek-es epizód, ahol felmerül ilyen. Eredeti sorozatban is van, Voyager-ben is előfordul olyan, hogy próbálnak, hát ha nem is aszteroidát megállítani, de mindig van ilyen, amikor egy bolygó felé száguld valami, lehet az egy mesterséges cucc is, és valahogy nekem ezek egy kalap alá esnek, ott rengeteg ilyen epizód van, ami ide sorolható és emlékezetes is, úgyhogy hát a szép irodalomban nem hallottam még, de nagyon érdekes, amit mondtál. A Deep Impact és az Armageddon az egyébként ajánlható film, tehát hogyha van olyan ember, aki kihagyta ezeket, akkor te mit mondanál, hogy mindenképpen nézzék meg, vagy nézzék meg fenntartásokkal, takarják el például a szemüket és fülüket, amikor például az történik benne, ami nagyon nagy hülyeség, vagy úgy unblock, nyugodtan. Hát, fizika szakkörre nem ajánlom, de hát buliba tökéletes. Például mondom, a fizikáról csak annyit, hogy az Armageddonban van ez az egy másodperc, ami szerintem mindent elmond a filmről, egy másodperces bejátszás, a következő van, a csávó sétál a Texas méretű aszteroida felszínén, de úgy sétál, mintha 1G lenne, tehát pont úgy, mint a Földön. A kezében van egy hosszú vasrúd, azt a vasrudat leejti, akkor halljuk azt a hangot, hogy dzsn, hogy leesik a vasrúd, mint hogyha az űrben terjedne a hang, és közben a háttérben ott lobog a tűz, ami ugye szintén vákumban elég fura. Szóval, hogy ez az egy másodperc, ez kb. Mindent elmond arról, hogy mennyire akkurátus a film, tehát nyilván nem ezt vinném be például, igen, fizika szakkörre, de szerintem egy ilyen Z-kategóriás filmes buliba, popcorn rákcsáláshoz, meg agykikapcsoláshoz szerintem ideális az Armageddon. A Deep Impact az meg szerintem, annak ellenére, hogy én személyesen mondtam, hogy szeretem, de az lehet, hogy azért van, mert kiskoromban láttam, és akkor mindenre nagyon rá voltam kattanva, és tökre örültem, hogyha olyan film kerül a moziba, amiben létezik űrkutatás, meg tényleg a NASA akkori Space Shuttle irányító központjában forgattak, meg tényleg egy csomó mindent tök realisztikusan megcsináltak ilyen kütyüket, azok tényleg úgy néztek ki, mint az igazi űrrepülőgépen ez meg az. Tehát ez például nagyon tetszett nekem akkor. Emiatt elfogult vagyok a film iránt, de őszintén szólva azt mondom, hogy szerintem nem éri meg azt a 2 órát a Deep Impact, aki még nem látta. Én azért megnéztem, és jól esett, hogy megnéztem most megint, de azt hiszem nagyon furcsa, nem is tudom, hogy fogok ezután tükörben nézni, de mégis szórakoztatási értéke az Armageddonnak nagyobb, ezért inkább azt ajánlanám, és persze meg hát fizika szempontjából, vagy természettudományokról való tanuláshoz meg egyiket se ajánlanám. Tehát akkor ugye ajánlanánk a már sokszor ajánlott más filmeket, például a Kontaktot, vagy az Apollo 13-at, vagy akár-akár még a Jurassic Parkot is, de valahogy ezt nem. De te hogy vagy ezzel? Hát akkor most mégiscsak, ugye az előbb azt mondtam, hogy nem hiányzik még egy ilyen film, de most, hogy ezt így elmondtad, lehet, hogy mégiscsak kéne egy tökre szofisztikált, tudományosan minden ízében a valóságnak való megfelelésre törekvő, becsapódós filmet várunk akkor ezek szerint. Igen, csak szerintem ember nem ülne be rá. Mert hogy tényleg annyira, ezt a műfajt annyira lelegelte ez a 2 film, hogy olyan szinten, tehát szerintem már ez maga a túlkínálat, és akkor még mondod ezeket, hogy Deep Impact 2, Armageddon 2 is van? Hát azt nem láttam, de nem csodálkoznék. Na jó, szóval nem tudom. Szerintem annyi jó világvége forgatókönyvet fölvetettünk a 2020. január elején készített adásba,
Szerintem ez már le van csumázva, ez a földközeli égi test téma, inkább legyen valami izgi. Akkor szóval most már inkább arra fordítsák a jövő filmrendezői az energiájukat, meg a pénz zacskójukat. Na jó van, hát köszönöm szépen Miklós, ismét egy élmény volt, és hát reméljük, hogy a filmből nyert tapasztalatok alapján el fogjuk tudni kerülni a hasonló katasztrófa helyzeteket, hogyha előállna egy ilyesmi. Hát a jövő hét után remélhetőleg megint találkozunk. Ádámot foglyul ejtették most a banki ügyintézők, ezért nem tudott jelen lenni, de majd legközelebb talán sikerül. Hát sziasztok! Sziasztok mindenkitől, én is búcsúzom mindenkinek, aszteroida becsapódástól mentes kellemes heteket kívánok, és szép nyarat, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az emtv.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész.